Na szevasztok, pingvinek itt Nessai, és közeledik a karácsony, a szeretet, az önzetlenség, az adakozás ünnepe, úgyhogy éppen ezért hívtam fel a figyelmeteket a Coca-Cola Magyarország Instagram játékára, ahol 24 napon keresztül apró kihívásokkal szebbé tehetitek egy hozzátok közel álló személy hétköznapjait. Posztoltatok is róla nagyon sokan a Szerez Örömet hashtaggel, hogy hogyan teljesítettétek ezeket a feladatokat, úgyhogy a mai videó első részében ezeket fogom értékelni, utána pedig én is megcsinálom a mai kihívást, aminek hát köze lesz a konyhához. Azt mondja, hogy Instagram, hashtag szerez örömet. Legutóbbi képek, és nézzük az első vállalkozó, Ballai Ricsi, aki fölhívta anyukáját, és úgy van menne a telefonjában, hogy anyuci, ú. Ez olyan jó, amikor egy ilyen fiatal srácnak, ráadásul szívecskékkel van bent az anyukája a telefonjában, és fölhívta csak azért, hogy megcsinálja ezt a kihívást, ez tök cuki, aranyos, ügyes vagy Ricsi, meg vagy dicsérve, szeressétek anyukátokat. Mondom ezt én, aki a kelleténél sokkal kevesebbet beszél anyukájával. Szeretlek, anya, ha nézed ezt a videót, ne haragudj, sok a munka. N. Niki 98. Nézzük, hogy Niki mit posztolt. Ez egy régi fotó, hogyha jól látom, vagy legalábbis egy kinyomtatott fotó a Mikulás bácsival. Szerintem nekem soha nem volt ilyen Mikulás ölébe ülős élményem, se fotóm. Tehát, hogy nekem ez valahogy kimaradt. Ez egyes helyeken nagy divat, meg nyilván Amerikában, de sosem üldögéltem nagy szakállas emberek ölébe. Sok mindent megmagyaráz. Menjünk tovább. Niki, csodálatos a kép, megható és jó képes lap ajándék lehet egyébként a párodnak, hogyha jól látom, igen. Tök jó. Ó, figyeljetek, tökéletes példák a brand megjelenítésre. Itt van Potari Patrik fényképe, aki csodálatosan behestegelte, hogy szerez örömet Coca-Cola, majd lefotózta az asztalát, ahol totálisan ki van blőrözve a Coca-Cola logó és üdítő, és minden más fókuszban van. Tehát gyönyörű. Ezt a márkák imádják. Tehát amikor ott van a termék, és egyáltalán nem látszik, fantasztikus. Tehát Potari Patrik, ez, komolyan mondom, iskola példája, hogy... Gyere, gyere, kóla, igen, figyelj, így. Azaz. Gyönyörű. Jó van, ez is egy kép. Tudom, hogy mindannyian arra vártak, hogy mikor kezdek el főzni, de nyugalom, nyugalom, ezt ki kell érdemelni. Van itt egy fotó Barnival. Mi történt Barni arcával? Úgy néz ki, mintha valaki itt lyukat furt volna Barni arcába. Ahelyett, hogy itt lyukat furatsz az arcodba, fest kékre a hajat, he! Valami gond van az arcával. Hashtag mentsük meg Barni arcát. Tessék egy kicsit megspamelgetni a komment szekcióját. Ah, ez tök cuki! Jakab Zoli 125 képe. Egy kicsit megrágott tábla csokoládéval, a szöveg alatta pedig, hogy ezt a testvéremnek adtam, a haveromnak pedig legót adtam. Hát nem gyönyörű a szeretet ünnepén egy ilyen gesztus Zolitól, aki egy kicsit megrágott csokit, ami nem ízlett neki, azt odaadta a testvérének, majd vett a haverjának egy legót. Tehát, hogy le a kalappal, így kell ezt csinálni. Jakab Zoli, minden elismerésem a tiéd. Gyönyörű, gyönyörű poszt. Na jó, hát még csak most indult ez a szerezz örömet Instagram kihívás, nem vállaltátok túl magatokat, hogyha érdekel, hogy miről van szó, akkor nézzétek meg a Coca-Cola Magyarország Instagram oldalát, most viszont rátérünk a lényegre, ugyanis a mai kihívás az oldalon az nem más, mint hogy készítsek valakinek reggelit. Úgyhogy reggelit fogok készíteni, hát egyedül vagyok itthon, szóval... Nessi, valahol itthon van a kutya, úgyhogy neki fogok főzni, és hát nagyon sokat gondolkoztam, hogy ilyen besameles mártásban elkészített kacsacomb legyen a reggeli, vagy egy frissen grillezett karaj, de inkább arra jutottam, hogy tojásrántotta lesz a menü.
Nos, hát egy dolgot az fontos letisztázni, ahogy én főzök, úgy nem főz senki a világon, úgyhogy segítséget fogunk kérni, és kiválasztjuk az internetről a tökéletes tojás rántotta receptet, és az alapján fogom megcsinálni ezt a mai reggelit. Nem ír az elején ilyen hozzávalókat? Előkészítési idő 2 perc, főzés 5 perc, nehézség kezdő. Hát jó. Első lépés, egy tálba vagy tányérba üsd bele a tojásokat, és sózd ízlés szerint. Mi az, hogy ízlés szerint? Egy marékkal? Na jó, mindegy. Alapvetően nem értem, hogy miért kell tányér, és miért nem a serpenyőbe ütöm a tojásokat, de ő biztos jobban tudja. Azt mondja, hogy tojás. Érted? Magyar tojás. Magyar földre, magyar tyúkból, magyar tojás. Tojás. Na ide figyeljé, tojás feltörés. Azt mondja, hogy egy... Azt... Hibátlan. Egy tojás? Igen. Azt mondja, hogy 2 tojás elég lesz. Mi az anyámnak raktam bele tálba, amikor ez csak 2 tojás? Hogy fogom ebből átrakni a serpenyőbe? Ne röhögjé, ne röhögjé. Ez a komfortzónámon nagyon kívül van. Figyeljé, hát ez megy, ez nekem b***ing. Hát most tiszta dzsúval kezem. Hát így nem tudok leülni gémelni. Na, tojás megvan. Ja várjál, most meg kell sóznom ízlés szerint. Hol a só? Só. Na ne idegesítsél már, hogy Coca-Cola-s üvegben van itthon a só. Azt mondja, hogy igen. Hát... Jó. Jó. Ez nekem ennyi. Ennyi. Igen. Jó. Mi a következő lépés? Egy villával vagy kézi habverővel verd fel a tojásokat. Nem kell túl habosra verni, csak addig, amíg a sárgája és a fehérje teljesen elkeveredik. Igen, azt mondja, hogy valamivel föl kéne keverjem. Hát villával. Nem, jó az. Ezt az idióta ötletet, hogy egy ekkora tányérba belerakok 2 tojást, ez éj hülye. Azaz. Azaz. Nagyon jó vagy. I need a hero. And he's gotta be strong, and he's got... Elfelejtem, hogy vesz a kamera. Hát, figyeljé, nekem ez így jó. Ez az első alkalom, hogy a konyhában készül valami, és a kutya ott fekszik a kanapén, és lesesztja, hogy mi van. Harmadik lépés, egy serpenyőben forrósíts fel a zsiradékot. Na várjál, akkor kell olaj meg serpenyő. A serpenyő az itt van. Ez nem tudom, hogy ez jó lesz-e, de oké. És kell olaj. Na hát hol a viharba tartjuk az olajat, várjál. Ezt tudom, hogy hol tartjuk. Ezt mondja, hogy így. Itt nincsen olaj. Ó, hát megvan! Hát mi az anyámért itt? Édes Istenem! Na jó van, erje! Igen? Olaj. Very nice. De mennyi olajat kell beleraknom? Tojásonként egy teáskanál. Hát mennyi egy teáskanál? Figyeljé ide! Nem kell túl gondolni. Leszeded érzéssel. Amikor szívvel, lélekkel csinálod, akkor jó... Úbaz. Nyugi. Hopp. Az még sok is. Jó van. Igen. Köszönöm szépen, olaj. Mehet el. Úgy. Nagyon jó. És ezt most akkor igen, felforrósítom. Igen. Tehát főzőlap. Be kell kapcsolni. Van itt egy gomb. Opa! Igen? Ne bugjál már, nyugalom van, nem kell izgulni. Azt mondja, hogy van 6 darab, igen. Hát nekem itt valamelyiket kell. Így, az nagyon, hát hányasra húzzam? 10-esre. 14 van. Várj ezt itt az olajat itt el, kenj úgy. F. Ki írta, hogy F? Eddig 0 volt ott, most azt írja, hogy F. Az mit jelent? Halló? Segítség. F. Na jó, rárakom. Elvileg ez az. F.
Most 10. 10. Nagyon jó. Gyerünk, olaj. Melegedjél szépen. Meddig kell melegíteni? Ha a zsíradék elég meleg, akkor vedd le a lángot alacsonyra. Hát de mi az, hogy elég meleg, b***ny? Hogyha én így oktatnám a dolgokat az embereknek, hogy nagyjából ízlés szerint sózzad, elég meleg. Hát mikor elég meleg? Mi az, hogy elég? Most történik valami? Amúgy. Főcsurkázom 14-esre. Melegítsed föl a olajat. Ó, ott már izé begybarákol, bugyborékol. Mit csinál? Ú, mozog. Ajja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 j
tojást, ugye? Ja, csak előbb leveszem alacsony rángra, igen. Hát de amúgy valami ízét is rakjunk már bele, sonkát, vagy valami, csak van itthon. Nem járt le. Jó lesz ez még. Na, igen. Hát elég meleg az, elég, elég. Hihi. Azaz. Jó, nyugalom. Nem kell pánikba esni. Szépen, igen. Ennyi olaj lett a k***be. Így, így. Azaz, igen. És most mi van? Tökéletes rántotta egyik titka, hogy nem szabad állandóan kevergetni. Hagyd, amíg megszilárdul az alja, és néhány nagyobb mozdulattal forgasd át. Hát itt egyre lazábbak az instrukciók, várjál. Úgy, egy kicsit mélyebb serpenyő is lehetett volna ez, nem? Ne pittyegjél, hát stresszbe vagyok! Szétaprózom már, ne így egybeálljál, mint az a bizonyos lepedő. Na Nessi, érzed már te is, mi? Jóféle kaja lesz, hallod? Ezt best tojásrántotta lesz, EU, amit ettél, érted? Nem lehet még ez amúgy hozzáadni ilyen zöldség, vagy valami nincsen itthon? Dobjuk föl egy kis paradicsommal, hallod? Hát nehogy már ne. Figyelj, van itt ilyen izés. Ez hát ki fog pukkanni maximum. Azaz, egy paradicsom. Még egy kicsit sül a paresz is mellé. Sokkal finomabb lesz. Tehát így lehet megkülönböztetni a mester szakácsokat a noob-októl, értitek? Valami zenét nyomjunk már be. Figyeljetek ide, én azt gondolom, hogy jók itt most már a színek, jók az illatok, lehúzom itt a erősséget nullásra, igen. És azt szerintem kész vagyunk, ezt már csak ízlésesen tálalni kell. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallod? Esküszöm, tök jól néz ki. Tehát, hogy ez úgy a magaménak érzem. Viszont ugye, hát a kérdés az ételnél az, hogy milyen, úgyhogy... Hát most ezt nyilván nem fogom tudni nektek átadni szó szerint, de... Hallod? Azt kell mondjam, ettem már rosszabbat. Ó, de jó. Olyan, ez tök jó. Ja, el kéne köszönni, várjál. Ja, meg hogy a reggelit valaki másnak kellett volna csinálnom. Te nem szereted az ilyet, Nessi, ne aggódjál, ez jó lesz apának. Nem gondoltam volna, hogy ennyi meló van egy reggelivel is, de eskü megjött hozzá a kedvem. Tehát, hogy lehet, hogy egyszer, mint egy életképes felnőtt ember fogok főzni magamra, tök jó. A lényeg, hogy szerezzetek ti is örömet másoknak, remélem, hogy egy kicsit én is tudtam ezzel a videóval. Ha jól szórakoztatok, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és hamarosan újra találkozunk, legyen nagyon-nagyon szép napotok! Na, szevasztok!